Hát sziasztok! Bonyhádnak a város része a Majos nevű terület, és ott van egy MB3-as labdarúgócsapat, amelynek edzője a kiváló Kardos Ernő, aki egyébként 8 mérkőzést játszott a Ferencvárosban is, tehát azt mondani, hogy ő a Ferencvárost durván és rossz akarja kritizálni, az teljesen felesleges és teljesen rossz megközelítés. A majos esével játszott a Ferencváros pár nappal ezelőtt egy NB3-as mérkőzés, mert tudjátok, hogy a Fradi tartalék csapata ben van az NB3-ban, és Kardos Ernő nyilatkozta, hogy hát az a helyzet, hogy, hogy a Ferencváros egy némán játékosa nagyobb bért kap, mint amennyi az ős csapatnak tulajdonképpen az értéke, és még akár a költségvetése is adott esetben egy ilyen csapat fenntartásának. Ebben is tulajdonképpen teljesen igaza van, és azt hiszem, hogy Kardos Ernőnek a gondolata az el kellene, hogy indítson egy nagyon termékeny és nagyon értelmes gondolkodást arról, hogy vissza kellene vezetni a tartalék bajnokságát az NB1-nek, hiszen ha megnézzük bármelyik NB1-es csapatot, de akár az NB2-esek között is elmondható ez, nagyon-nagyon sok csapat van, amelynek nagyon széles a kerete. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye 40-50 játékos is tartozik a csapatnak a széles keretébe, és miért ne volna lehetséges az, hogy 12 csapat adódik, zömmel az NB Egyből, de esetleg egy pár az MB2-ből, akikkel létre lehetne hozni a tartalékbajnokságot, és ezt hogy képzelem el? Úgy képzelem el kifejezetten, hogy a bajnoki mérkőzések, tehát az MB1-es bajnoki felnőtt mérkőzések előtt a tartalékbajnoki csapatok játszanának egymással. Tehát a, a második keret játszana. Mondok egy példát. A FRADI, meg az Újpest tartalékja azok nem az MB3-ban vitézkednek egymással, és hát ugye nyilván kisebb költségvetésű, és, és, hát nagyon, nagyon nehezen összeállítható csapatok ellen mutatják meg, hogy ők milyen jók, hanem, hanem egyszerűen az történik, hogy a Fradi Újpest előtt lenne egy Fradi tartalék, Újpest tartalék mérkőzés. Na most értem azt, hogy, hogy abban van azért ráció, hogy egyes településekre így a nagy csapatok el sem jutnának, és nem tudnánk megmutatni magukat. Néha egész jó játékosok, ahogy a Fradi tartalékban most Aukitól kezdve, hogy a Barát pedig nagyon sokan játszottak. Ebben van valami, tehát valószínűleg többen, többen jönnek ki így, mintha ha sima MB3-as mérkőzés lenne, de a különbség óriási így a csapatok között, mondhatni már, már áthidalhatatlan szinte. Tehát van benne logika, hogy ezeket a tartalék meccseket, tartalék bajnokság formájában játszák. Egyébként meg megjegyzem, hogy ezeket a tartalék bajnoki meccseket lehetne bármelyik vidéki helyszínen is játszani, tehát azt mondani, hogy most a jövő héten a fradi tartalék, honvéd tartalékot az majoson játsszuk le, és akkor nagyon jó lenne, mert szerintem rengeteg közönség, a hatalmas közönség kijönne, és utána pedig, vagy éppen előtte a majosi csapat tudna játszani. Tehát azt gondolom, hogy Kardos Ernőnek a gondolata az meg kellene, hogy indítson egy erről való gondolkodást, hogy most már a magyar labdarúgás van olyan erős, hogy elbírna egy tartalékbajnokságot, és szerintem akár a nagy meccsek előtt, akár vidékre lehelyezve, akár egy harmadik formában, de biztos, hogy nagy érdeklődést váltanak ki, és a csapat keretének minden játékosa játékban lenne. Mert hogy ugye az a probléma, hogy nagyon sok játékos hosszú időre kimarad, és mire ugye, mire ugye visszatér a játékba, addigra lehet, hogy egy tartalék bajnoki mérkőzésen, vagy több bajnoki mérkőzésen már lendületet tudna szerezni. Úgyhogy nagyon röviden meg megfogalmazva a lényeget, Kardos Ernő gondolatát tovább gondolva, jó volna feléleszteni a tartalékbajnokságot, és ebben pedig a, a az MB1-es és az MB2-es csapatok közül 12 olyan csapat, amelyik ezt vállalja, el tudná indítani a csapatát. Na no, ennyit szerettem volna mondani így a Fradi, a Leverkusen Fradi mérkőzés előtt, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó tehát a számla számon vagy nyomd meg a szuper gombot, ez olyan, mintha egy kávéra hívnám meg, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó áldjon meg mindenkit.